Nagyon örülök neki, hogy immáron 10. alkalommal, tehát lehet azt mondani, hogy jubileumi születésnapot ünnepel ez a csapat, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy egymást tapsoljuk neki, hiszen születésnaposok vagyunk. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Kónya István alpolgármester a 10. alkalommal megrendezett Egy hajóba nevezünk elnevezésű vízitúra résztvevőit a hétvégén. A Duzzasztónál lévő információs fogadóbázistól indult idén is a mezőny, melyre több mint 100-an jelentkeztek. A túra egyik nem titkolt célja népszerűsíteni a turizmust és az egészséges életmódot. A kétnapos eseményen 218 kilométert neveztek le a résztvevők szombaton és vasárnap. Az egyre népszerűbb víziturizmushoz kapcsolódóan számos fejlesztés indult. A Magyar Kajakkenu Szövetség fejleszti a vízitúra útvonalakat az országban, és idén csak a Duna, a Tisza került bele, és a Körösök, tehát az egyetlen mellékfolyó, amelyik részt vesz ebben a pályázatban, az a Körösök folyó, és ebben is jövőre nagyon sok és szép fejlesztés fog még itt a Körösök mentén megvalósulni. Jöhet egy másik hajó! A megnyitót követően a hajókat több ponton helyezték vízre a résztvevők, és indultak el az első szakaszon. A túra ötletgazdája, Izsó Gábor békés polgármestere eddig minden rendezvényen részt vett, hogy személyes példamutatással hívja fel a figyelmet a víziturizmusra, úgy, hogy minél több település kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Azok a települések, akik itt a Körösök mentén vannak, tehát Gyulától egészen Gyomáig, hát most ez a túra Körös tartsáig megy, de Gyoma is bekapcsolódott, politikai pártállástól függetlenül kapcsolódjanak be. Sikerült már több alkalommal több polgármestert bevonni, sőt volt olyan, hogy mind a 7 polgármester nevezett, és ezért a neve az Egy hajóba nevezünk. Tehát lényeg az, hogy a népszerűsítés a víziturizmusnak, hát ez úgy néz ki, hogy sikerrel járt, ez is nyilván más dolgok is hatottak erre. Napjainkban azért most már elég sokan túráznak a Körösökön. Két komoly pályázat beadását is tervezi Gyula, amely a fogadóépület felújítását és eszközbeszerzést tenne lehetővé. Ez nem csak a helyi turizmust erősítené, hanem új szabadidős tevékenységek elindítását is. Ha minden a tervek szerint alakul, jövő ilyenkor ez már kézzelfogható közelségbe kerülhet. Remélem, hogy akkor be tudunk számolni arról, hogy nyert a GINOPOS pályázatunk, melynek értelmében itt ez a látogatóközpont, ami vízi sport központnak fogunk majd elnevezni, eszközökkel fog bővülni, reményeink szerint mintegy 30 millió forint értékben, és azt is reméljük, hogy fog nyerni a turisztikai pályázatunk, és akkor az épület teljesen kívülről és belülről meg fog újulni. A több mint 100 résztvevő a vízleszállást követően az első nap egy 18 kilométeres szakasz teljesítve érkezett meg Békésre, másnap onnan Köröstartsáig eveztek le.